Holló Mátyás 1975-ben született. Nős, három gyermek édesapja. Már szüle is gazdálkodással, állattenyésztéssel foglalkoztak. Számára mindig is fontos volt a juhtenyésztés. Szerencsés embernek tartja magát, mert azzal foglalkozik, amit szeret, és ebből megélhetést tud biztosítani családja számára. Az iskolai elvégzése után 1996-tól kapcsolódott be napi rendszerességgel a gazdaság munkáiba, ahol a juhászat fejlesztését tűzte ki céljául. Ekkor 700 juh legelt Uszód határában. Azóta minden állatának egyed lapja van, amelyen a termelési eredményeket lehet nyomon követni. ...2001-től törzstenyésztő. A magyar merinót választotta. Elsősorban jó anyai tulajdonságai miatt. Azóta is a legfontosabb tenyésztési cél a fajta szaporaságának növelése, a tejtermelő képességgel párhuzamosan. Mert csak is akkor van értelme növelni a született bárányok számát, ha azt az anya fel is tudja nevelni. 2009-től új fajtával bővült a tenyészet, a Berrichon de Chèrrel. Egy olyan francia fajtát választott, amely a piaci igényeknek minden téren megfelel. Fehér, aszezonális, az év minden időszakában ellethető egyhasznú húsfajta. De emellett jó szaporasággal és 150-170%-os bárányfelnevelési mutatóval rendelkezik. Kitűnő tejtermelő képessége van, korán tenyésztésbe vehető, és jellemző rá a hosszú, hasznos élettartam. Az első nőivarú egyedeket Franciaországból és Szlovákiából vásárolta. A tenyészkosok mindegyike a francia Zseod nevű tenyésztőszervezet által minősített és tenyésztésre javasolt egyed. Mindig nagy hangsúlyt helyezett a minőségi apálatok használatára, mert a genetikai előrehaladás leghatékonyabb módja. Ennek érdekében elhatározta, hogy törzstenyésztő lesz. Saját maga állítja elő az árutermelő juhai termékenyítéséhez szükséges tenyészkosokat. Ez azért előnyös számára, mert így nem csak fenotípus alapján tud szelektálni. Az állatok genotípusa, szülei termelési eredményei legalább annyira fontos szempont, mint a jó küllem. Kezdetben csak saját részre tenyésztett, de idővel kereslet mutatkozott tenyész állatai iránt. De tenyésztési cél így sem változott. Az előállított nagyobb létszám nem mehet a minőség rovására. Az a jó üzlet, ha mindkét fél jól jár és elégedett. Az általa tenyésztett állatok nem csak Magyarországon, de külföldön is bizonyítják, hogy tudatos tenyésztői munkával a juhtenyésztés gazdaságossá tehető. 2004-től rendszeresen részt vesz a hazai kiállításokon. Kezdetben kisebb sikereket ért el. Az idő teltével egyre jobb küllemű állatokat tudott bemutatni, és ez az elért eredményekben is megmutatkozott. 2013-ban az év juhtenyésztőjének választották.